Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban, ahogy ezt már a cím is mutatja, hajtogatni fogunk. Ugye régebben voltak már nekem fent YouTube-on ilyen origami videóim, de azt ugye le kellett törölni különböző okok miatt, mint ahogy ugye a régi csatornát is. Ugye többnyire azon voltak különböző 3D-s állatok, meg repülő is volt, meg tank, meg minden ilyesmi. Úgy gondoltam, hogy ezeket ezen a mostani csatornán is meg fogom tenni, hogy ezen is lesznek ilyen origami videók. Talán több mindenről, mint a régi csatornán. Most is csak inkább ilyen 3D-s kinézetű dolgok lesznek. Tehát nem ilyen gagyi dolgok, hanem ami úgy jól is néz ki, de mégsem bonyolult. Ugye a mai napon egy igazából mondhatni egyszerű, de mégis nagyszerű origami papír malac lesz, amit el fogok készíteni. Ugye ezt már jó pár éve tudom ezt ennek az elkészítését, még videóból tanultam én is, ráadásul a YouTube videóból, csak az nem magyar volt. Úgyhogy akkor kezdjük is szerintem, nem is magyarázzuk tovább, hanem akkor nézzük is. Ugye, mint látjátok, én egy négyzet lappal készültem nektek, ami narancssárga, tehát illik a malac színéhez. Ugye ez olyan papír, amit így lehet kapni, hogy ez ilyen négyzet, de lehetett A4-esbe is kapni. Akinek nincs se ilyen, se A4-es, nem baj, mert hogy színes lap, annak a sima nyomtató papír is jó, ami ugye fehér, annyi, hogy ebből mégis ugye élethűbb lesz maga a malac. Ugye akár rózsaszínből is, pirosból is el lehet készíteni, vagy hát igazából amilyen színből szeretnétek, de mégis ugye ez a narancssárgás illik a legjobban a malachoz. Úgyhogy akkor kezdjük is szerintem. Az első lépés az az, hogyha már van egy ilyen négyzetlapunk, hogy így meg kell csinálni ezt a szalvéta a hajtást, tehát hogy így átlósan félbehajtjuk. Ugye elég sok origami cucc kezdődik így, szóval ezt szerintem nem kell bemutatni. Így né. Majd, ha ezzel így megvagyunk, ugye így leélesztük, akkor ezt most így még egyszer félbe kell, tehát hogy ezt a részt ehhez a részhez, tehát még egyszer így félbe kell hajtani. Így né. Majd vissza kihajtani. Ideig. És most ugye középen lett egy ilyen vonal, annyi a teendő, hogy ezt a részt ide a legfelső csúcsig behajtjuk. Majd fordítjunk egyet a lapon, tehát hogy így. Itt az a lényeg, hogy itt bele kell nyúlni, de úgy, hogy fölül itt ez a két réteg meglegyen. Szóval, amit az előbb ráhajtottunk, meg a másik rétege a lapnak, és ugye alul csak egy. És ugye annyi a lényeg, hogy ezt így kicsit ki kell hajtani, és fordítani kell egyet rajta, hogy ez így ráfeküdjön a munkaasztalra. És tulajdonképpen ezt így ez és ez a vonal alapján össze kell így csípni, és így rá kell nyomni a lapra. Így. Így ugye kialakult ez a sátorhajtás, ez egy alaphajtás, ennek ez a neve. Máshogyan is el lehet készíteni, de én most próbálom úgy bemutatni, hogy a legegyszerűbb. Szóval ez a sátorhajtás, ezt így kell csinálni. Most az következik, hogy ugye mind a két oldalon kettő ilyen oldala van a lapnak, kettő részből áll. Most az egyik oldalat ki kell választani, mondjuk ezt, és át kell lapozni ezt a részt ide. Ugye így le kell lélezni.
Szóval annyi a lényeg, hogy az egyik oldalon három ilyen rész legyen, a másikon meg csak egy. Most az van, hogy ahol egy oldala van a lapnak, hogy a középső vonalra azt az egy oldalt így be kell hajtani, hogy odáig menjen a középső vonalig, és így le kell lélezni. Így, majd vissza. Majd most ezt a részt megint a legfelső csúcsig be kell így hajtani, és ezt is így le kell lélezni. Így. Majd visszahajtom. Majd most megfordítom a papírt, és ahol most a leg, ami, ugye most itt alul van ez a csúcs, ahol itt zárt tulajdonképpen, ezt a részt le kell hajtani idáig, ahol sík, idáig le kell hajtani ezt a csücsköt, de nem kell lejelezni, csak így lenyomom, így, majd visszahajtom, és eddig a pontig, ami most itt keletkezett, odáig kell így behajtani, na és itt viszont így le kell érezni eléggé, azt is lehet csinálni, hogy így lapozok egyet rajta, és úgy is lejelezem, minden oldalról, igen, ez olyan dolog lesz, ahol már a végén több rétegből fognak állni a dolgok, tehát hogy érdemes az ilyen sarkokat, meg vonalakat jó meghajtani. Így. Na, most ezzel megvagyok. Most ugye visszaállítottam ugye a papírt, hogy egyik felén három, másik felén egy rész van. És most azt kell csinálni, hogy itt az aljánál is szét kell nyitni. Így, ahogy most van. És ugye, ha jól lekörmöztük az előző behajtott csücsköt, akkor itt keletkezni kellett egy ilyennek. Itt most annyi a teendő, hogy ezt itt benyomom. És itt ezt így ugye adja magát a dolog, hogy ezt így össze lehet így csípni. Majd megfordítom, tehát hogy itt ezt meg lehet csinálni. Fordítok egyet rajta a másik oldalt is, és itt is itt van ez a vonal, itt összecsípem, és így már adja magát, így né. Ez így megvan. Most annyi a teendő, hogy ezt így be kell nyomkodni, ezt az egészet, úgy, hogy újra kijöjjön ez a rész, hogy hogy itt csak egy van, itt meg három. Megmutatom még egyszer. Szóval, szét volt hajtva. Ugye itt meghajtottam ezeket a részeket. És itt benyomtam ezt a középső részt. És így a két oldalból, ahogy így nyomom, akkor így összehajtódik. És ugye ugyanazt kialakítottam, mint ami az előbb volt, hogy itt három lap van, itt pedig csak egy. És most jön az, hogy az előbb meg kellett hajtani elég erősen például ezt a fajta lehajtást, mert hogy most megint bele kell nyúlni, nem kell teljesen szétnyitni, nem csak az egyik oldalt kell így benyúlni, azon az oldalon, amelyiken egy ilyen lehajtható rész van. És amit korábban behajtottunk, azt most egy kicsit így, azt így megint lehajtom, alulról benyúlok, és megfogom az egyik szélét, meg a túloldalon a másikat, és így széthúzom, és itt is ugye így adja magát, hogy így kialakul ez a sík lapos része a tetején, és ezt így be tudom nyomkodni. Így. Majd. Igen.
Tehát ez így megvan. És van egy másik ilyen rész, amilyen ferde, amit a korábban lehajtottunk. Azt is így bele kell nyúlni. Így. Majd ott meg kell fogni, és így összecsípem. És így ráhajtom erre a előbb behajtott részre, a hosszanti vonalára. Majd így rányomom. Mutatom másik oldalát is. Szóval van ez a behajtott rész, hogy itt alulról belenyúlok, megfogom, itt összecsípem. Majd itt van ez a hosszanti vonal, amit ugye korábban behajtottam ezt a részt, és ezt így ráhúzom. Majd így lelapítom. És kész. Oké. Okay. Majd most az van, hogy ezt így szétnyitom. Majd itt van egy ilyen felező vonal, ott, ahogy ameddig lehet, így felhajtottam. Szóval ez így volt, itt van ez a középső vonal, és ezt így felhajtottam. Most az van, hogy ezt a hosszú részt így ferdén be kell hajtani. Így. Az a lényeg, hogy a behajtott résznél ez a felső rész, ez vízszintes legyen, tehát ne legyen ferde, meg stb., hanem ilyen. Majd másik oldalra, másik felével is ugyanezt meg kell csinálni. Szóval így be kell hajtani. Majd vissza. Majd most így kell fogni a papírt, így kívülről össze kell csípni ezt a részt. És ugye már ugye itt is adja magát, így össze lehet fogni, és így lelapítom, ezt pedig erre behajtom, és itt van kettő ilyen csücsök, ugye itt egy, meg itt egy, mind a kettőt így behajtom középre, így. És így behajtottam, majd ezt így ráhajtom, ezt az egészet. Így. Most az van, hogy jön az a rész, ahol ugye három ilyen papír van, ugye ezzel még nem csináltunk semmit. Ugye megfogom a két szélsőt, és így idáig a részig, ahol ameddig vízszintes ez a rész, tehát ahol el nem kezd így lejteni, odáig behajtom egyiket, így, és a másikat is idáig, így. Oké. Okay. Aztán most az van, hogy ezeket vissza kell hajtani idáig, ahol van ez a rész. Tehát ide a vonalra, így vissza kell hajtani. Mind a kettőt. Így. Majd most az van, hogy ezeket így meg kell fogni, és úgy lehajtani erre a vonalra, tehát erre a egyenes részre, hogy hogy a lehajtott rész így síkban ráfeküdjen. Szóval van ez a középső rész, és hogy ezt, ahogy lehajtom, ennek a felső része, az így ráfeküdjön így síkban, és ezt mind a két oldalon meg kell tenni.
Így. Oké. Majd ezt így visszahajtom, hogy így jól le kellett nyomkodni. Majd most jön a kicsit nehezebb része, tehát így visszahajtom, és itt belenyúlok, és így visszahajtom az egészet. Tehát odáig vissza kell hajtani ezt a részt, ahol azt mondtam, hogy itt addig, amíg el nem kezd itt lejteni. Na most van az, hogy van egy középső hosszú vonal, kicsit rá közelítek, van egy középső hosszú vonal, meg van egy ilyen, egyik irányba megy a vonal, meg van a másik irányba. Tehát egy jobb, meg egy bal oldali. És a jobb oldalit, ezt így egy kicsit így be kell nyomni, és a bal oldalit rá kell hajtani, úgy, hogy a középső vonal így, ide lefekszik, és hogy a középső vonalra kell ráhajtani a bal oldalit, de úgy, hogy még mindig a síkban maradjon, tehát ezzel a szinten megegyezzen a teteje, és így szépen rá kell nyomni. Így. Jön a következő, szóval így vissza kell hajtani, egészen idáig, ahol ugye el nem kezd lejteni, és akkor itt most a bal oldalit kell megfogni, és itt van ez a vonal, és a jobb oldalit ráhajtani arra a középső vonalra, úgy, hogy a teteje, az pedig is síkban ráfeküdjön a középső részre. Így. Ugye, aki nem érti, az esetleg majd visszatekeri a videót, stb. Szóval itt tartunk jelenleg. Most még mindig ez a két oldal, amit így lehajtottunk, azt most egyszerűen így, ameddig adja magát, vissza kell hajtani, ugye van ez a rész, ahol itt bele lehet nyúlni, és odáig így vissza kell hajtani, ameddig vissza lehet. Így. Tehát jelenleg így néz ki. Most az van, hogy a középső részbe így belenyúlunk, majd így lehajtjuk, tehát így, ahogy mutatom, le kell hajtani, és a két szélét így összenyomkodni. Így. Majd így összehajtani, hogy a lehajtott rész az így benn maradjon, de nem kell lenyomkodni, hanem csak így, tehát meglegyen ez a formája. Az a lényeg, hogy ez a hegyes rész, ami így volt, azt így be kellett nyomkodni, és ennyi. Most ezt a részt ide fölfele meg kell így hajtani. Így. Majd most annyi van, hogy ezt a részt, amit fölhajtottunk, ezt még egy kicsit így pluszban lehajtani, és kicsit így megnyomkodni, ugyanis ez lesz majd az orra a malackának. Így. És kicsit így kigömbölyíteni így a egészet. Így. Most az van, jelen pillanatban, hogy itt van ez a tetején ez a, hogy itt találkoznak a részek, de ugye így megvan a három oldal, amit megcsináltunk, és akkor azt kell csinálni, hogy én csücsköt le kell hajtani itt a tetejénél, azaz. Itt egy ilyet, itt pedig a kettőt egyszerre. Így. Szépen.
Most az van, hogy a fülét, tehát ez a kettő lesz ugye a füle, ezt így le kell hajtani, le kell nyomni egyszerűen, így, a másik felét is. És akkor így megadni, hoppá, kicsit elszakadt, megadni neki ezt a malacka fül szindrómát. Így. Szépen. Majd most az van, hogy az aljával kell foglalkozni. Ugye itt is be lehet így nyúlni, az alsó részénél, és így be kell nyomkodni ezt itt. Úgy, hogy kialakuljon a két lába. Mind a kettő oldalon. Így. Majd még annyi van, hogy itt ezt az első részénél, ezt is így befele behajtjuk. De csak az alsó részét. Így. Másiknál is. Így, kicsit így belenyúlunk. És így kiigazgatjuk. Ceruzával is ki lehet egyébként alakítani így a fülét, hogy jobban álljon. Így. És még annyi teendőnk van, ugye, hogy a farkát, ezt így elhajtjuk el fölfele, majd lefele, hogy ilyen kunkori legyen, mint amilyen a valóságban malacnak, és akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy készen van a malacka, ami így néz ki. Így hátulról. Hogy így néz ki a origami malacka, ilyen 3D-s kinézettel. Akár lehet neki ide szemet rajzolni, orjukat, stb. Annál mindenkinek saját döntése, hogy ki hogyan díszíti, de az alap, amit origami móddal meg kell csinálni, vagy meg lehet csinálni, az ez. Egyébként úgy látom, hogy a színe az kicsit más a kamerában, mint a milyen élőbe. Tehát élőben rendesen narancssárga, kamerában kicsit ilyen más árnyalata van. De ahogy így megnézem, ez egyértelműen egy malacka. Ugye, és akkor röf-röf típusú. Akkor be lehet tenni a vájó elé. Azt kész, majd a következő videóban arról is lesz videó papírból, hogy lehet vájót csinálni a malackának.
Na, thanks for watching, köszönöm szépen, ha megnéztétek. Sziasztok!